A 12 éves korosztály csapatversenyével kezdődött Nyíregyházán a tenisz korosztályos vidékbajnokság. Az ország második legrangosabb utánpótlás tornáján 10 nap alatt a 18 évesekkel bezárólag valamennyi korosztály összeméri tudását a csapatverseny mellett egyéniben és párosban is. Mintegy 35 klub közel 250 teniszezője adta le nevezését a megmérettetésre az ország minden tájáról, Debrecentől Győrön át Pécsig és Szombathelyig. Nagyon nívós a rendezvény, minden egyes korosztályban vannak korosztályos válogatott versenyzők, és bizony nagy örömömre szolgál, hogy olyan kiemelt válogatottak is részt fognak venni, különösen a magasabb korosztályokban, akiket talán a jövőben valóban nemzetközi szinten is viszont láthatunk majd. Nyíregyházán egyre nagyobb figyelmet fordítanak a tenisznek, ami nem csak a Malsó Teniszcentrum fejlesztéseiben, hanem az eredményekben is megmutatkozik. A férfi csapatbajnokságban a tavaszi fordulót veretlenül zárta a nyíregyházi válogatott, még a korosztályos versenyeken is szép eredmények születtek. A mostani tornán is pályára lép a teniszcentrum valamennyi játékosa, egyéniben, párosban és csapatban egyaránt. A 12 éveseknél csapatban az országos kvalifikációját küzdhettek a nyíregyháziak, de a többi korosztálynál is reménykednek a jó helyezésekben. A felsőbb korosztályokban mindent megtesznek majd a játékosaink a legjobb eredmények elérése érdekében. Meglátjuk, hogy mire lesz elegendő az a felkészülés, amit az elmúlt hetek folyamán végrehajtottak. Azt gondolom, hogy nagyon, hogyha minden jól összejön, akkor azért éremben reménykedhetünk. A verseny nívóját az is jelzi, hogy a 12 éves korosztály számára a megmérettetés egyben kvalifikáció is a legrangosabb hazai utánpótlás tenisztornára, az országos korosztályos bajnokságra.